Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésben a nemrégiben alakult Jégkorong klubbal ismerkedhetnek meg. Köszönöm a stúdióban Bece Zoltánt, az Ajkai Óriások Jégkorong csapat edzőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek is, a nézőknek is. Új sportág, és azt mondják, minden kezdet nehéz. Nehéz volt ez is, nehéz szülés volt beindítani egy teljesen új sportágat itt Ajkán? Meglepő módon nem. Nagyon pozitív a hozzáállása azoknak az embereknek, akiknek kellett a segítsége ehhez, hogy ez egyelőre beinduljon, vagy elinduljon inkább. Meglátjuk a továbbiakban, hogy fog zajlódni, de egyelőre eléggé zökkenőmentesen születik meg ez a sportág itt. Azt mondják, minden újdonságnak varázsa van. Vonzotta a fiatalok, a gyerekeket? Tehát amikor meg lett hirdetve, akkor milyen volt a jelentkezés? Hát ha lehet ebben hinni, akkor hiszek is, és úgy néz ki, hogy ez tényleg így történik, mert a korcsolya oktatás résszel kezdtünk tavaly Veszprémben, ahol egy meghirdetés után először 9 gyerek jelentkezett. Mondtuk, hogy hát nem rossz kezdetnek, de aztán mire elértünk tényleg az oktatás részéhez, amikor már ténylegesen ment az oktatás, akkor először 30 gyerek, utána 40 és 50 gyerek. Ha jól emlékszem, 49-8 gyerekkel voltam a jégen. Hát azért az már elég szép létszám, mert oda kell nagyon figyelni. Tehát nem volt egyébként feltétele jelentkezésnél, hogy tudjon már korcsolyázni a gyerek? Pont erről volt szó, hogy korcsolya oktatás. Tehát aki már tudott is valamennyire, és aki a jégen sem tudott megállni, őket is szeretettel vártuk, és várjuk is most is természetesen. Ez itt a reklám helye, akkor lehet jelentkezni, igen. Igen, tehát várjuk a jelentkezést folyamatosan. Igazániból a feltétele, hát ahhoz, hogy versenyeztetni is tudjuk a gyereket, ahhoz most 5 év felett és 10 év alatt kell, hogy legyen. De ahhoz, hogy eljöjjön hozzánk és megtanuljon korcsolyázni, esetleg, ha kedvet kap hozzá jégkorongozni, ennek én úgy gondolom nincs feltétele, mert van most is idősebb gyerekünk is, van fiatalabb is, meglepő módon, 4 éves korosztályú. Ők például a még meglepőbb, hogy 2 kislányról van szó. És igazán ez sem jelent akadályt, mert kislány és kisfiú egyaránt jelent hozzánk. Itt a szülőknél ugyebár, ha meghallják, hogy jégkorong, akár beírják az interneten is, hát mit ad ki nagy ütközések, nagy jelenetek a meccsekből, és ez egy kicsit visszaesően a szülőknek, hogy milyen durva sportág ez, de valójában mindenkit megnyugtathatok, hogy nem. Én is jégkorongoztam elég sokáig, én sem vagyok egy magas növésű ember, és igazániból nem volt komolyabb sérülésem semmi, mert elég hosszú ideig, tehát 12 éves korig van az előkészítő korosztály, és előkészítőben még nem ütköznek. Tehát előkészítőben az, hát vagy ott már nem vagyok biztos, de U10-ben és U8-ban 100%-ra nem ütközhetnek a gyerekek, szigorúan tilos meccseken is, mérkőzéseken is, és edzéseken is. Utána is úgy neveljük a gyerekeket, hogy az ütközés kivitelezése is biztonságos legyen, és a fogadni is tudjon a játékos, és hogyha ezek megvannak, akkor csak mondjuk az, hogy nagyon nagynak tűnik ez az ütközés, de valójában ez egy ugyanolyan, mint hogy a foci meccsen is, ott is van némi ütközés. Akár, így van, tehát akárhol is megsérülhet bármilyen sportban. Igen, és itt ráadásul be vannak öltöztetve a gyerekek. Ezt akartam kérdezni, hogy egy nagyon komoly védőfelszerelés van. Ezt például hogy tudják biztosítani saját magának, kell mindenkinek megvenni? Ezt egyelőre, még ameddig tudjuk, biztosítjuk a gyerekeknek itt Ajkán. Ez egy nagyon nagy segítség a szülők fele. A versenyeztetésben résztvevő gyerekeknek még korcsolyát is, rendes hoki korcsolyát vásárol az Egyesület. Tehát, ez valóban nagy segítség. Igen. Sok-sok ez, pénzt meg tudnak takarítani a szülők. Igen, és én is megpróbálok ott segíteni, és úgy, hogy beszerezni a szülőknek, akár hogyha erre adják a fejüket, akkor én ebben is nagyon szívesen segítséget nyújtok. Tehát megpróbálunk minden téren és minden területen segítséget nyújtani a szülőknek, hogy könnyebbé tegyük ezt az elkezdést, vagy akár magát a folyamatát is, hogy ide jár a gyerek. Tehát ha jól értettem, akkor nem is biztos, hogy ha ide jelentkezik valaki, abból egyértelműen hoki játékos lesz, hanem először így megtanul korcsolyázni. Így van. Minden azzal kezdődik ebben a sportágban, hogy jól korcsolyázzon a gyerek.
Most, hogyha valaki jelentkezik hozzánk, akkor mi nem várjuk el tőle, hogy eljöttél hozzánk cserébe, nekünk játszanod kell a mi számunkra. Eljön, ha tetszik neki, játszik, ha nem, akkor részt vesz azonokon a foglalkozásokon, ahol korcsolyázunk. Ami már megint egy nagyon pozitív dolog, hiszen nem kell egyértelműen beállni a csapatba, ugye? Nem. Tehát bár ez fura dolog, mert aki eddig eljött, senki nem mondta azt, hogy nem akar a csapat tagja lenni. Erre nem kötelezünk, kényszerítünk senkit, de miután megtanult korcsolyázni, látja, hogy a többiek ütővel játszanak, milyen dolgokat csinálnak, ő is ki akarja próbálni, és ha ezt kipróbálta, akkor már beállja játszani, és ez egy ilyen, hát, hogy is mondjam, ez egy varázs dolog, mert tehát én is kb. Így voltam vele, hogy én elkezdtem korcsolyázni, és onnantól kezdve megbabonázott ez az egész. Már túl van a több megmérettetésen is, pedig nem olyan régen alakult a csapat. Melyek voltak ezek, és hogy értékeli? Hát ilyen megmérettetéseket igazániból nem túlzottan nézem szakmai szemmel, mert ugye a gyerekeknek nem is volt még annyi tapasztalatuk, hogy most szakmailag nagyon belemásszunk ezekbe a témákba. Én a legjobban nagyobb korosztályoknál is, és ahol már szakmaiság is előlép, én ott is azt nézem, hogy a gyerek mennyire lelkes, mennyire akarja. Mert lehet egy nagyon, nagyon tehetséges gyerekem, de igazániból ellenálló, akarja is csinálni, de azért ne kelljen érte megdolgozni. Az, aki lelkes, látom a tüzet a szemébe, látom a lelkesedést, látom azt, hogy ő menni akar, csinálni akarja, azt én nagyon-nagyon tudom értékelni, és a gyerekek szemében láttam ezt. Tehát nem számított, hogy gólt kaptak, mondtam, hogy nem is akarok a gyerekek felé, főleg ilyen pici korban ilyen elvárásokat, hogy ja Isten, gólt kaptok, hát akkor nem tudom, mi lesz, lehetetlen. Tehát ez egy olyan sport, amit gólra játszanak, és valószínűleg, hogy lövünk, de kapni is fogunk. Tehát minél kevesebbet kell kapni, ezt kell kivitelezni, és minél többet lőni természetesen, akkor már nyertünk. Egy nagyon fontos dolog, még egy nagyon fontos dolog, inkább úgy mondanám, hogy beszéltünk gyerekekről, játékosokról, felszerelésről, igen ám, de a jéghokihoz pálya kell, mégpedig nem is akármilyen, ugye műjégpálya leginkább, úgy gondolom. Ajkán vajon ez, hogy hol tart, hogy valósul meg? Hát, említésre került, hogy reklámhelye van egy Facebook oldalunk, ott azért megpróbáljuk tájékoztatni nem csak a játékosainkat, hanem aki belájkolja az Ajkai Óriások oldalt, akár az öltözőn kinézetéről is, mert igaz, fura dolog ez, hogy itt tényleg Ajkán igaz, hogy nem tudni, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, mert nem volt jégpályánk, de már volt hoki csapatunk, van felszerelésünk, van szép öltözőnk, tartunk edzéseket is, egyelőgőr korcsolyával, vagy hogyha az idő nem engedi, hogy kimenjünk a szabadba, akkor teremben vagyunk, és ugye a jégkorong egy nagyon, vagy akár a korcsolyázás is azért egy elég koordinációt igénylő sport, és a koordinációt nagyon jól lehet vele fejleszteni. És ezzel foglalkozunk teremben, sokat játszunk, igazániból játékos feladatok által próbálom átadni nekik azt a tudást, amivel utána érvényesülni tudnak majd a pályán. És lesz műjégpálya? Így van. A munkálatok már elkezdődtek, mindahogy el is kezdtem ezt a Facebook oldalt. A terület ki van jelölve, és nem csak ki van jelölve, hanem már ott tart a helyzet, hogy legyalulták. Még úgy tudom, hogy erre jön még egy szint kiegyenlítés, még egy ilyen simító művelet, és igazándiból, ha jól tudom, hónap felénél, szeptember felénél elkezdődnek az építkezési munkák. Ez abból fog állni, hogy ugye felhúzzák a sátrat, a játékterületet elkezdik kialakítani, és ebbe ez magába foglalja azt is, hogy ugye a csöveket, palánkot leteszik, és október 1-ével elkezdődik, ha jól tudom, egy hűtési folyamat, ami hosszadalmasabb időt vesz igénybe ilyen mobil pályáknál, és október közepén meg elkezdjük mi is az érdemi munkát a jégen. Tehát akkor várhatóan minden feltétel adott lesz hamarosan ahhoz, hogy itt még komolyabb munka folyjon. Sőt, visszatérve egy kicsit, hogy a nyáron már táborban vehettek részt a gyerekek hoki táborba. Ez hogyan valósult meg, hol, milyen jellegű? Ez itt Ajkán valósult meg ez a tábor is. Célzottan ugye a hokisokat
próbáltuk egy kis összekovácsolásra, egy kis ilyen csapatkohézióra ösztönözni, és sikerült is, de vártunk külsős személyeket is, külsős gyerekeket, akik betekintést nyerhetnek ebbe az egészbe, megismerhetik a minimálisan az alapokat, megismerhetik azt, hogy nagyjából mire számíthatnak ebbe a sportágba. Volt külsős személyünk is, pozitív visszajelzéseket kaptunk, igazából van, aki onnan lesz majd játékosunk, remélhetőleg, hát egyelőre lejár majd hozzánk, és onnan lesz játékosunk. Hol tart a csapatépítés? Kialakult már egy törzsgárda, akire biztosan lehet számítani? Hát ez úgy néz ki, hogy van ugye U8-ba és U10-be indulunk. Az U8 az azt akarja, hogy 5 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb játékosokat vihetünk versenyekre. U10-be ugyanez, csak ugye 8 évnél idősebb és 10 évnél fiatalabb. A 10 éves korosztályunk az majdnem, hogy kész van versenyre, pont ma néztük át a listánkat. Az U8-as korosztályt fogjuk, de az mindig úgy történik való, majd, hogy nem, hogy minden évben az U8-as korosztályba próbáljuk betenni a gyerekeket, és utána ők mennek majd egyre feljebb, és alkotják a felsőbb korosztályokat. Tehát inkább lentről szeretnénk elkezdeni az építkezést is, de ha van idősebb játékosunk, most is akad, U10 fölött is, nekik van egy vegyes utánpótlás bajnokság, úgynevezett WUB, és ott megvárjuk a kiírást, hogy egyáltalán elindítják-e, mert ez pont ilyen csapatoknak és pont ilyen egyesületeknek van kitalálva, mint mi, hogy innen is van kevés, onnan is van kevés, és össze lehet rakni, hogy van benne 12 év alatt és 10 év közötti játékosból 5 darab, van ugyanígy 10 évesből és 8 évesből. Tehát három korosztályból tevődik össze mondjuk, és úgy vannak a cserék is kialakítva, hogy a nagyok a nagyokkal mennek, és a középső korosztály középsővel, alatta és alatta. Tehát mindenki a saját korosztályával mérkőzik meg. Hány edzés van egy héten? Egyelőre 3 edzést tartok. Ezt mind említettem, vagy görkorcsolyával, vagy terembe. Ha viszont felépül a jégpályánk, és jégre tudunk lépni, ott 4 foglalkozást szeretnék tartani a gyerekeknek. Ugye minél többet legyenek jégen, nekik is még nagyon sokat kell tanulni a korcsolyázás alapjairól. Már nem csak azt kell megtanulni, ugye, hogy a jégen álljanak, hanem előrefele korcsolyázás, különböző speciálisabb lépések, hátra korcsolyázás, ez mind hosszú idővel fog náluk automatikusan és reflexből működni. Eleinte sokat kell ilyeneket gyakorolni, és akkor még nem is beszélve arról, hogy ütőt veszünk a kézbe is, még a koronggal is foglalkozni kell, tehát ezért szeretnék minél több időt velük a jégen eltölteni. Természetesen nem szeretném úgy tartani az edzéseimet, hogy csak is a munkára és szigorúan csak azt elvégezni, hanem azt szeretném, hogy a gyerekek élvezzék ezt a sportot ugyanúgy, ahogy régen én is játszottam és élvezni tudtam ezt az egészet. Legyen nekik ez egy jó játék, mindamellett, hogy sok oldalon tudnak fejlődni. Mik a jövőbeli, közeljövőbeli tervek, azon kívül, hogy jégpálya, csapatépítés, lesznek-e mérkőzések? Természetesen U8-ban és U10-ben, ezt biztosra veszem, hogy lesz mérkőzés. Ha jól tudom, 2 hazai rendezésű úgynevezett tornánk is lesz, mert ezekben a korosztályokban úgy néz ki, hogy ilyen kisméretű pálya, mint ami itt lesz, a 40x20-as pályán, ott egyszerre 2 csapat játszik picik közül, a nagy jégpályákon, ott pedig a harmadokra van osztva a jégpálya, és 2 úgymond játékterületen tud menni ez az egész. És úgy szokott lezajlódni egy ilyen úgymond torna, hogy meghívnak 5, maximum 6 csapatot, és akkor ők mérkőznek egymással. Azt hiszem, egy nagyon fontos kérdés még fel kell tennem. Aki ezek után kedvet kapott a csatlakozáshoz, szeretne önökhöz csatlakozni, hol, mikor, hogyan teheti ezt meg? Említettem önnek már ezt a Facebookos oldalt, ezt az Ajkai Óriások című oldalt. Ott is fel lehet venni a kapcsolatot, de most kerül az iskolákba a szórólapunk és a plakátunk. Azon is rajta lesz a Kovács Zsolti tanár úrnak az elérhetősége. Akár őt is meg lehet keresni, ő ugye egy helyi személy, és rajta van az én elérhetőségem is, telefonon is, de akár e-mailben is meg tudnak keresni engem.
a zoltan.b33@gmail.com-on, és akár nyugodtan lehet kérdezni, de a szórólapokon is rajta lesznek az elérhetőségek, nyugodtan meg lehet keresni, ez nem tekintendő jelentkezésnek, hogyha felveszik velem a kapcsolatot, de ha van kérdésük, netán kétségük, akkor egész nyugodtan elbeszélgetek velük, mert mint említettem, azért kialakult a jégkorong iránt egy ilyen sztereotípia, hogy durva, brutális sport, ezt megcáfolnám teljes mértékben, és hogyha részt vesznek egy-két foglalkozáson, ami, nem, ami megint csak úgy néz ki, hogy most is volt olyan kisgyerek, eljött és mondta, hogy hát részt venne, de nem biztos ám, hogy ő játszana, mondtam, hogy egész nyugodtan. Tehát ahhoz, hogy elkezdjük ezt az egészet, nem kell az, hogy egyből úgymond kötelezővé tegyük, hogy akkor most az egyesülethez tartozol, neked tagdíj köteles vagy, te nem, eljön, megnézi, részt vesz egy jó pár foglalkozáson, amúgy is szeptemberben lévő foglalkozásunkon díjmentes ez az egész, utána is úgy alakították ki a díj, vagy a tagdíj szedését a helyi munkálkodó embereink, hogy minél családbarátabb legyen, több gyerek esetén kedvezményt is adunk, és a helyi viszonyoknak megfelelően alacsonyan tartják ezeket a tagdíjárakat, és ennek megfelelően, tehát szeptemberben még nem is szedünk tagdíjat, nem arra megy, hogy kalapozzunk igazándiból, hanem azt szeretnénk, hogy minél több ember tudjunk megmozgatni, minél több ember között elterjedt legyen a jégkorong sportág, és azért itt Magyarországon mostanságú jégkorong ugye eléggé magasan szárnyal, reméljük, hogy bővíteni tudjuk ezt a családot egy újabb egyesülettel. Hát azt hiszem, hogy akkor egy dolog maradt már csak hátra. Jó munkát és nagyon sok sikert kívánok önöknek. Köszönjük szépen!